Közben folyamatosan oltják a tanárokat és az iskolai dolgozókat. Az a cél, hogy a pedagógusok védettséget szerezzenek az áprilisi általános iskolai és a májusi középiskolai nyitásra. Vasárnapig mintegy 100 000 pedagógust oltanak be. Ameddig a pedagógusok türelmesen várták, hogy sorra kerüljenek, addig az oltóhelyeken előkészítették a nekik szánt Pfizer vakcinát Kiskunhalason. Kora reggel indult az oltás, nincs tumultus, az oltóorvosok gyorsan adták be az injekciókat. A híradónak nyilatkozók azt mondták, biztonságban érzik magukat, és egyáltalán nem félnek az iskolák nyitásától. Szerintük a személyes jelenléttel az eddiginél jóval közvetlenebbül adhatják át a tudásukat. Alig várom, nagyon hiányzok a gyerekek. Szóval szeretem a munkámat, szeretek tanítani, és szeretem adni a tapasztalatot, amit az angol nyelvben vagyok. Azokat a pedagógusokat, akik regisztráltak, SMS-ben értesítették az oltás helyéről és idejéről. Az egészségügyi dolgozók munkáját önkéntesek katonák is segítik, de arra is volt példa, hogy ebédet vagy üdítőt küldtek nekik. Csak Kiskunhalason 1200-an kapják meg a vakcinát vasárnapig. Ez az 1200 pedagógust úgy terveztük mi fogadni, hogy 3 oltópontunk működik, reggel 7-től este 7-ig. 3 regisztrációs ponton tudnak bejelentkezni, és így kapják meg az oltásukat. Nincsen betegség, allergia. Bán Ferenc az egyike annak a 400 pedagógusnak és iskolai dolgozónak, akiket beoltottak Baján. Számára nem volt kérdés, hogy kéri a vakcinát, mert így nem csak ő, hanem a családja is biztonságban lesz. A családomban vannak olyanok, akik krónikus beteg és érintett, és akkor így elsősorban az ő biztonságuk érdekében nyilván a saját biztonságom is fontos. A pedagógusok szerint azzal, hogy beoltják őket és az iskolák is megnyitnak, a gyerekeknek is könnyebb lesz a tanulás. Nagyon várom, hogy újra nyisson az iskolánk és a többi iskola, hiszen első osztályos tanítónéni vagyok jelenleg. Nagyon nehéz számunkra az online tanítás, nekik is, nekünk is, és nagyon szeretnék a gyerekekkel személyesen találkozni most már. Attól függetlenül, hogy vasárnapig az oktatási dolgozók oltása a kiemelt feladat, a lakossági oltások sem állnak meg. A több száz pedagógus mellett idősek és krónikus betegek is megkapják a Pfizer vagy a Sputnik vakcinát. Az orvosok azt mondják, folyamatosan erősödik az oltási bizalom. Kórházunkban január óta megy az oltás. Nem tudunk egyetlen mellékhatásról se, vagy bármiféle szövődményről. Én újra csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy kérje és vegye fel a védőoltást. Csak nem 2.690.000 embernek adták be eddig a vakcina első adagját, és 1.126.000 már a második oltáson is túl vannak. Magyarország a beoltottak lakosság arányos számában a második az EU-ban több mint 26%-kal, ami majdnem duplája az uniós átlagnak. Ahogy haladunk előre, folyamatosan egyre több és több ember tudunk védetté tenni. Korábban 34 000, illetve a nekik szervezett különoltási kampányban több mint 66 000 pedagógust, a behívottak 85%-át már beoltották, és vasárnapig további 100 000 pedagógus és technikai dolgozó beoltását tervezik, közölte a kormány szóvivő az M1-en. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, az általános iskolák április 19-ei nyitásakor a gyerekeket és a pedagógusokat is biztonságos körülmények várják. Mindent megtesz a kormány annak érdekében, hogy a gyerekeink a legnagyobb biztonságban tudjanak visszatérni az iskolába, és kérünk ebben megértést is a pedagógusoktól, hiszen nagyon nagy teher van a szülők vállán az elmúlt időszakban, nagyon sok helyen kell egyszerre helytállniuk, és közben pedig mi is, még egyszer mondom, mindent megteszünk azért, hogy megvédjük a pedagógusokat is, a gyerekeket is, például a honvédség is 135 iskolában, óvodában végez fertőtlenítést. Egy nap alatt 7325 új fertőzöttet azonosítottak, illetve a vírus miatt elhunyt 285 beteg. A kórházakon továbbra is nagy a nyomás, 11363 ember tápolnak a koronavírus miatt, akik közül 1364-en vannak lélegeztetőgépen.